Folytatjuk az ünnepi beszélgetéseket, jó estét kívánok! Stúdiónk vendége pedig ezúttal Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője és a honvédelmi miniszter helyettes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tiszteltel köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok! Ünnepi egy kicsit ez a beszélgetés, hiszen évvége van, és ezért arra gondoltunk itt a Fehérvár Televízióban, hogy az egész évet egy kicsit értékelhetjük. Mozgalmas esztendő volt a 2017-es, azt hiszem. Igen, nem csak a 2017, az előtte lévő esztendők is mozgalmasak voltak, de azt gondolom, hogy ebben az évben is Magyarország és benne Székesfehérvár, a mi városunk is lépett egyet előre. Kormányzati támogatások tekintetében azért nem állunk rosszul. Ebben az esztendőben milyen fejlesztések valósulhattak meg itt Székesfehérváron és a vonzás körzetben, amelyek kormányzati támogatásból finanszíroztak? Talán sokszor elmondtuk, és lehet, hogy a nézők már unják, de soha ennyi kormányzati támogatást Székesfehérvár nem kapott, mint ezekben a mögöttünk hagyott esztendőkben. Annak ellenére is, hogy 2010-től néhány év az még nehéz volt gazdaságilag mindenképpen, hiszen nagyon nehéz gazdasági helyzetben vettük át, örököltük meg Magyarországot. De az elmúlt esztendőkben Székesfehérvár teljesítőképességének, gazdasági teljesítőképességének, az itt lakók teljesítményének következtében is, hiszen Székesfehérvár nagyon jelentős részben járul hozzá Magyarország GDP-jehez, a GDP növekedéshez. Magyarország olyan gazdasági helyzetben van, hogy igenis jut pénz a fejlesztésekre, amelyek az itt élők életét is megkönnyíti, és természetesen Magyarország életét is könnyebbé teszi. És elkezdődött a Modern Városok programja is, ez Székesfehérvár tekintetében mi mindent jelent, mi az, ami már elkezdődött, és mi az, ami a közeljövőben várható ebben a tekintetben? Az egyik nagyon nagy kincsünk az az egészség. Az egészségügy és az egészség ügye, amire nagy figyelmet fordítottunk az elmúlt esztendőben is. Az elmúlt 7-7 és fél évben mintegy 12 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a mi kórházunkban, még akkor is a mi kórházunk, hogyha a fenntartó a Magyar Állam, a Székesfehérvári Szent György Kórházban. Ami azért nagyon fontos, mert bár az örökölt sok-sok évtizedes egészségügyi helyzetet, állapotot egyik pillanatról a másikra nem lehet és nem is volt képes megoldani, mégis azt gondolom, hogy a mindennapokban a székesfehérvári betegek, a kórház betegei érzékelhették, hogy azok a fejlesztések, amik megvalósultak, azok rövidítették a várólistákat, magasabb színvonalú ellátást kaphattak, majdnem teljesen megszűnt a régi 20. század elején talán modernnek számító pavilonrendszerű kórház szerkezet, és egy tömbön belül látja el a kórház a betegeket, és akinek a családjában volt agyvérzés, stroke, azt gondolom tudja, hogy mit jelent az, hogy az út másik oldalán lévő neurológia átköltözött a kórházi tömbbe, és egy tömbön belül tudják ellátni a betegeket. Sokat halljuk azt a kifejezést, hogy rövidültek a betegutak. Ez a nem túl szép kifejezés. Egyszerűen azt jelenti, amit azt gondolom, hogy a fehérvári kórház betegei is érzékeltek, hogy nem kell sokat sem gyalogolni, sem pedig a beteget egyik helyről, vizsgálatról műtőbe vinni. Egy tömbön belül zajlik az ellátás, tehát érzékelhető a javulás. A neurológiai osztály átköltözése volt a legutóbbi beruházás, de azért nem lehet még hátradőlni, és teljesen azért még nem valósult meg ez a tömb kórház. Úgy tudom, hogy egy belgyógyászati részleg azért még készül. Igen, egyetlen eleme még hiányzik. Ez a belgyógyászati tömb, és akkor valóban az épületek, az egymással összeköttetésben álló épületek valóban egy nagy és 21. századi színvonalú tömbkórházat jelentenek. Erre a Modern Városok program keretében megvan a fejlesztési forrás, és
azt gondolom mindannyiunk nagy örömére, ennek a fejlesztésnek a keretében a kórház körüli parkolóhelyek száma is bővülni fog. És az egészséghez nem csak a kórház tartozik hozzá, sőt az egészség fenntartásában, a megelőzésben a természetnek is nagy-nagy szerepe van. Ilyesfajta beruházásra is lehet számítani, hiszen a zöld beruházások is fontosak. Igen, az egészség ügye az nem csak az egészségügy, tehát amikor a betegeket gyógyítják az orvosok, hanem a megelőzés, és azt gondolom, hogy a mi városunk ebben élen jár évek óta, nagyon nagy sikerrel zajlanak a Vodafone csarnokban, az Abra Égér csarnokban a szűrőprogramok, de nem csak nagy szűrőprogramokat szervezünk, hanem városrészenként kicsi szűrőprogramokat is kínálnak a fehérváriaknak, és ezek rendkívül népszerűek, és azért fontosak, mert így talán időben sikerül felismerni egy betegséget, vagy kiderül, hogy kinek milyen hajlama van, mi következhet a jövőben, és megkapja a mellé a tanácsot, a jó tanácsot, hogy hogyan tudná ezt megelőzni. És ez a legtöbb, amit mi megtehetünk az egészségünkért. Fogjunk össze, legyünk egészségesek, és adjunk kevesebb munkát az orvosoknak. A zöld beruházások tekintetében, a Modern Városok program keretében. Nagyon fontos az egészség ügye mellett a környezet, hiszen egészségesek akkor maradhatunk, hogyha olyan környezetben élünk, amely ebben segít minket. Nagyon fontos a sóstó rehabilitációja, hiszen ez egy természetvédelmi terület, amely újra a természetjárókat a sétálni, kikapcsolni vágyókat fogadhatja. Az 1920-as években ott a sóstóban még fürödtek. Az ezzel párhuzamosan, vagy ennek a programnak a keretében megvalósult csónakázótó rehabilitáció, azt gondolom mindannyian látjuk, érezzük a különbséget. És a Modern Városok program keretében megtettük az első lépést, hogy az alsóvárosi rét Székesfehérvár tulajdonába kerüljön, és ott tudjuk elindítani a Székesfehérvár tüdeje programot, amely egy nagyszabású erdősítési program, és azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja és érti, hogy az zöld felület bővítése mit jelent egy város tiszta levegője. Az előkészítési munkálatok hogy állnak-e tekintetben egyébként? A területet megvásároltuk, és készülnek a tervek. A Modern Városok program nem egy év programja, több éven keresztül szeretnénk ezt megvalósítani. És még maradjunk mindig a Modern Városok programnál, óriási nagyszabású beruházásról, fejlesztésről van szó, kultúráról, Székesfehérvár kultúrájáról, a történelmi fővárosról, Árpádház program. Igen, Székesfehérvár és Magyarország első 500 éve, az Árpádok kora, az Árpádok műve, amikor Székesfehérvár nem csak Magyarország, hanem európai viszonylatban is egy főváros volt, és mind kulturális, mind politikai, mind gazdasági értelemben Magyarország az Árpádok idején egy európai tényező 500 éven keresztül. Ezt a művet, az Árpádok művét szeretnénk bemutatni, egyrészt egy kiállítás keretében, másrészt minden székesfehérvári tudja, hogy az ősi koronázó templom nem áll már, csak a romjai. A fehérváriak romkertnek nevezik a köznyelben a nemzeti emlékhelyet, és azok a kövek, amelyek ebből a bazilikából, az ősi koronázó templomból származnak, egyetlen kiállítás erejéig néhány hétig voltak láthatók, és ennek a programnak a keretében a Volt Köztársaság moziban megvalósul egy ideiglenes látogatóközpont, amivel egyszerre rehabilitálunk egy kultikus székesfehérvári épületet, és tesszük bemutathatóvá ezeket a köveket, megkezdi majd munkáját az Árpádház kutatóintézet. A Nemzeti Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös rendezésében megvalósul az Árpádok művét bemutató nagyszabású kiállítás, és itt Székesfehérváron lesz látható Magyarországon a Szent István Király Múzeumban. Ezeket a törekvéseinket is támogatta a kormány, és a programok előkészítésére megítélte a szükséges forrást. Nem tipikusan székesfehérvári dolog, de amiről érdemes beszélni, az a
család támogatási rendszer. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt időszakban, és talán családbarátabb lett mindenféle tekintetben hazánk. Igen, ez egy alapvető szemléletbeli különbség köztünk és azok között, akik a bevándorlásban látják az Európát, köztünk Magyarországot is sújtó demográfiai problémákat. Mi azt gondoljuk, hogy a családokat, hogyha megerősítjük, és megszületnek azok a gyermekek, akik a statisztikákban vágyott gyermekekként szerepelnek, akikre a családok vágynak, de különböző okok miatt kicsi a lakás, nincs elég, nem elég a fizetés, megszülethetnek. Hogyha megnézzük az elmúlt évet, akkor a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével és egyáltalán a béremeléssel, ami egy közös megegyezés a munkáltatókkal, elindult a magyar bérek fölfelé, a családtámogatási rendszeren keresztül pedig megkönnyítjük a családok otthonhoz jutását, illetve a kisebb otthont nagyobbra tudják cserélni, és már érzékelhető az elmozdulás, hiszen az a bizonyos demográfiai mutató, ami 1,2% volt, 1,4% fölé emelkedett, ami egy nagy lépés előre természetesen, de még mindig nem kettő, hiszen kettőnek kellene lenni ahhoz, hogy ne csökkenjen a népesség. Ez azért szorosan kapcsolódik a gazdaság is, aztán a szakember hiány ennek tekintetében, Székesfehérvár gazdaság tekintetében azért jól áll, azt hiszem. Igen, a legfrissebb KSH Központi Statisztikai Hivatal adatok azt mutatják, hogy a Magyarország gazdasági növekedése 4% körül lesz, az európai átlag 2,5%. Tehát azt hiszem, hogy valóban Magyarország jobban teljesít. A munkanélküliség felülről elérte a 4%-ot, amire 27 éve nem volt példa, hogy ilyen alacsony legyen a munkanélküliség, és ebben Fehérvár a GDP növekedésben egy olyan város, amely jelentősen a lélekszámát, arányát tekintjük, akkor sokkal jelentősebben járul hozzá, hiszen Fehérvár egy mintegy 1 milliós régió gazdasági, adminisztratív és kulturális központja. És a munkanélküliség nálunk olyan alacsony, amire azt szokták mondani a szakemberek, hogy szinte nincs is. Ezért az a dolgunk és a feladatunk, hogy előbbrébb lépjünk a digitális technológia és a robotika területén. Az Arconic, amelyet alkoholként és köfémként ismerünk, vállalat hihetetlenül tudta fejleszteni a robot technológiát, és úgy, amiért elismerés illeti őket, hogy egyetlen munkatárstól sem kellett megválni. Azt gondolom, hogy ez a jövő. Ez az egyik része, amit a szakember hiányra lehet válaszként adni, de Székesfehérvár azért ennél többet is, illetve az itt működő vállalatok, cégek próbálnak tenni. Igen, a másik nagyon fontos összetevő ennek, hogy a képzés területén is a város, a képzőhelyek és a vállalatok a duális képzés keretében együttműködnek. Itt az a legfontosabb, hogy olyan szakmákat kínáljunk a fiataloknak, amely tudásra és szaktudásra a munkaerőpiacnak szüksége van. És ne pedig azt, amire a gyermek vagy a szülei esetleg vágynak. Hosszú-hosszú évekig 2010 előtt nem csak a szakmunkás képzésben, hanem a felsőoktatásban is olyan képzések valósultak meg, amelyek népszerűek voltak, de nem voltak köszönő viszonyban sem a munkaerőpiac igényeivel. Azt hiszem, ebben is nagyon sokat léptünk előre, nem csak Magyarországon, itt Magyarországon belül Székesfehérvár, aztán kiemelten nagyot lépett ebben, hiszen a jól képzett munkaerőre szükségünk van, és ez az egyik megoldás. Székesfehérvár nyilván nem határmenti település, a migráció kérdése azonban több szempontból is érinti ezt a térséget, és katonáink, rendőreink rendszeresen ott vannak a határok mentén. Meddig tartható ez még fenn? Hogyan lehet a migráció kérdését kezelni? Mi az álláspont ennek kapcsán?
Magyarország volt az első és az egyetlen ország Európában, amely helyes választ adott 2015-ben a rázoduló bevándorlási válságra, hiszen azt mondtuk, hogy Magyarország határait meg kell védeni, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, az illegális, ellenőrizetlen migrációt meg kell állítani, ideiglenes biztonsági határzárat építettünk, amelynek egyszerű hétköznapi neve kerítés, amely ma már nem is egy, hanem kettő kerítés, okos kerítés, olyan ellenőrző védőberendezésekkel van ellátva, ami segíti a járőrök munkáját, a rendőrök és a katonákból álló járőrök munkáját, akik nap 24 órájában, a hét minden napján védik és óvják biztonságunkat, és karácsonykor is, szilveszterkor is, és új évkor is, és ezért mindig is minden pillanatban köszönetet kell nekik mondanunk, hiszen az ő szolgálatok nélkül Magyarország nem lehetne a Európa és talán a világ egyik legbiztonságosabb országa. Mi eltökéltek vagyunk abban, hogy mi eldöntöttük, hogy kikkel szeretnénk együtt élni. Szeretnénk, hogy Magyarország magyar ország legyen, és nem szeretnénk, hogy bevándorló ország legyen, nem fogadjuk el sem az önkéntes, sem a kötelező kvótarendszert, de ezt egyébként már az Európa Tanács elnöke Donald Tusk is megkérdőjelezte, amikor azt mondta, hogy a bevándorlás veszélyes, a kötelező kvóta pedig megvalósíthatatlan, csak ellentéteket szül, és más megoldásokat kell találni. Ezért segítjük a balkáni útvonalat, Magyarország lezárta, tehát ez az útvonal biztosított, de segítjük Olaszországot, hogy Olaszországon keresztül sem se juthassanak be ellenőrizetlen bevándorlók, akik sajnálatos módon nagyon-nagyon sokan, sok millióan állnak készen egy tanulmány szerint a Szahara alatti régióból, mint egy 60 millió ember készül útra kelni, és hova máshova, mint észak felé, Európa felé. Ilyenkor a tél egyébként az időjárási viszonyok ki is lehetetik azokat, akik szeretnének bejutni Európába, vagy ezért ilyenkor is van mozgás, mi a tapasztalat? Érdekes módon nem azt gondolnánk, hogy hideg van, tél van, nehezebbek a körülmények, nem indulnak útnak, de sajnos módon az a helyzet, hogy ugyanúgy próbálkoznak a déli határon a bevándorlók, mint jobb időben. Ez a legjobb és legegyszerűbb módszer, meg kell állítani a határon, a tranzitzónában ellenőrizni kell a bevándorlókat, hiszen azt is láttuk az elmúlt években, hogy bármennyire is tiltakoztak ellenzéki képviselők, hogy bevándorlás és terrorizmus között nincsen összefüggés, azt látjuk és láttuk az elmúlt években, hogy igenis a terrorizmus a bevándorlással együtt megérkezett Európába. Erre az ünnepre egyébként pont a terrorveszély miatt mennyivel több, mennyivel másabb intézkedéseket hoznak, akár a karácsonyi vásárok tekintetében, akár pedig más hagyományos karácsonyi ünnepi programon. Magyarország biztonságos ország, de azért természetesen figyelünk, és a katonai rendészek is segítik a rendőrjárőrök munkáját. Az emberek örömmel fogadják, hogy rendőrök és katonai rendészek járőröznek az utcákon, hiszen tudják, hogy mindez az ő biztonságuk érdekében történik. És még mindig hasonló a téma, de mégis egy kicsit más a fókuszban, természetesen a Magyar Honvédség áll, elindult, mégpedig tulajdonképpen Székesfehérváron indult el egy jó része az Rényi haderőfejlesztési programnak, és ezáltal egy székesfehérvári gyár is tulajdonképpen újraindulhatott. Igen, nekünk Székesfehérváraknak azt gondolom, hogy nagy öröm volt látni azt, hogy az Ikarusz gyárban újra buszok készülnek, és nem valami más. A Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium egyik cége és az Ikarusz gyár közös fejlesztésében készülnek az autóbuszok Székesfehérváron, amelyek több célú, természetesen honvédségi hasznosításra készülnek. Lehetnek törzsvezetési buszok, természetesen személyszállítók, és egészségügyi vagy katasztrófa helyzetben lehetnek
sebesült betegszállító buszok, néhány óra átalakítással a buszok bármelyik funkciót képesek betölteni, és speciálisan ezekre a feladatokra és nagy igénybevételre tervezték. Fontos, hogy egy országnak legyen ütőképes, erős, látható és elismert honvédsége. A magyar katonák teljesítményére soha nem volt panasz, bárhol misszióban a magyar határon a magyar katonák szolgálatát mind a NATO szövetségesek, mind itt a határon, a határ közelében élők nagy elismeréssel nyugtázták, és mindig elismerőleg szóltak róla, de természetesen a katona önmagában kevés felszerelés nélkül nyilván nem elegendő, és most elindult egy 10 éves, 2016-tól 2026-ig tartó 10 éves fejlesztési program, aminek a végére Magyarország itt a régióban egy erős, elismert és látható hadsereggel fog rendelkezni. Mennyi buszról van szó, illetve mikor, hogyan folytatódik ez a program, milyen fejlesztéseket tartalmaz, például eszközök tekintetében? Most az első szerződés szerint 40 busz fog elkészülni jövő tavaszig, de összességében 100 busz szeretnénk megrendelni az Ikarus gyártól, amely így ezzel a fejlesztéssel képes lesz arra, hogy ne csak honvédségi célra, hanem civil célra, városi és távolsági buszokat gyártson. És hogy mit szeretnénk még fejleszteni, természetesen fókuszban a katona áll, az egyenruha és az egyéni felszerelés a legfontosabb, hogy a katona olyan egyenruhában, ami kényelmes és 24. századi igényeknek megfelel, szolgálhasson, és meglegyen a megfelelő felszerelése, amire szüksége van. De 2010 előtt oly mértékben csökkentek a Magyar Honvédség képességei, hogy nem csak modernizációra van szükség, hanem például a tüzérképességet, amelyet teljesen megszüntettek a szocialista kormányzatok, újjá kell éleszteni, ezt is tartalmazza a következő 10 év programja. Visszatérve egy kicsit a buszokhoz és az Ikarushoz, felröppentek olyan hírek, hogy esetleg az Ikarus Iránban is gyárthat, vagy iráni cégekkel közös szerződéssel gyárthatnak buszokat. Erről mi az, amit tud? Első körben ez lenne a kérdés. Az Ikarus gyár, amikor még fénykorában buszokat gyártott, a világ nagyon-nagyon sok országában egy elismert gyártó volt, és talán az első legnagyobb és legelismertebb gyártó között szerepelt. Én biztos vagyok benne, hogy azok az országok, ahol valamikor Ikarus buszok futottak, vagy talán még ma is futnak a régen itt Székesfehérváron gyártott buszok, örömmel fogadták a hírt, hogy újjájött a székesfehérvári buszgyártás, és bízunk benne, és reméljük itt Székesfehérváron, hogy az Ikarus mind a magyarországi piacon, mint a külföldi piacokon meg fogja találni a lehetőségeket. Szóval arról azon a bemutatón, amikor az első új Ikarus buszt bemutatták, akkor polgármester úr reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy esetleg a helyi járatos buszok is majd egyszer Ikarusok lesznek. A kormányzat elkötelezett és eltökélt abban, hogy minden téren, ahol van és létezik magyarországi gyártás, ott Magyarországon gyártott magyar termékkel terméket vásároljanak a szolgáltatók. Ez így van a buszok esetében, és természetesen azt gondolom, hogy az Ikarus önmagában egyedül minden igényt nem fog tudni kielégíteni, de azt hiszem, az egy következő nagy lépés lesz előre, amikor Székesfehérváron gyártott buszok közlekednek majd Székesfehérvár utcáin és szállítják a fehérváriakat. Azért jó lenne, hogy ez nem ilyen utopisztikus elképzelés lenne majd. Elindult 2010-ben egy út, 2017-ben ez már úgy lassan azért befejeződik, de hogyan folytatódhat, melyek a prioritások a jövő tekintetében? Minden évben szeretnénk egyet tovább lépni, szeretnénk a Magyarország is, benne Székesfehérvár is léphetne előre. Fehérvár jövője szempontjából azt gondolom a gazdaságfejlesztés tekintetében nagyon fontos lesz
a digitális technológia és a robotika, ennek már látjuk jeleit, hogy érkeznek is, és azt gondolom, hogy ez az előrelépés útja, de ez Magyarországnak is a jövője, hiszen a világ errefelé halad. Folytatni kell a gazdaságfejlesztést, ez az Európai Uniós fejlesztési periódus a gazdaság fejlesztésére fókuszál, hiszen ez egy befektetés a jövőbe, ha ennek a mintegy 9000 milliárd forintnak a 60%-át a gazdaság fejlesztésére fordítjuk, akkor az majd tovább termel, tovább termelődik, és újból felgyorsítja a gazdaság fejlesztését. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy akkor ezek az utak tovább folytatódhatnak majd. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak. Ez a műsor legközelebb holnap jelentkezik ugyanebben az időpontban. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra.